Sziasztok! Most végre megtudhatjuk, miként tudunk PHP-ban szép, kereső optimalizálás szempontjából is előnyösebb URL-eket, kéréseket kezelni. Megmutatom, mit is jelent ez. Vegyük az URL-be ágyazott információátadás klasszikus módját, a GET metóduson alapuló paraméterezést. Adottak a paraméternevek és a társított értékek, mondjuk egy page nevű paraméter, ami az aloldal azonosítója, egy action, hogy milyen tevékenységet szeretnénk az adott lapon belül, illetve egy param, hogy kire vonatkozóan eszközöljük azt. Például mi most a blog aloldalon szeretnénk elolvasni a teljes bejegyzést, ami a 23-as azonosítójú cikk. Ennek egy szebb változata lehet az alábbi. Ezt a kettőt feleltetjük meg egymásnak. Nem kell különösebben részleteznem, hogy az alsó mennyivel rövidebb, egyszerűbb és értelmezhetőbb a mi számunkra és a kereső robotok számára is. Jó, alkossuk valamit a gyakorlatban is. Három változóba kísérlem meg eltárolni ezeket az értékeket, hiányuk esetén lesz valami alapértelmezett érték is persze. A program pedig most szimplán csak írja a paraméterek alapján, melyik aloldalt és melyik tevékenységet kérvényezem, illetve melyik azonosítójú egyedre vonatkozóan. A szimpla getes változat megvalósítása elvileg már senki számára nem kihívás, ez valahogy így néz ki. Ha nem írunk paramétert az URL-be, az alapértelmezett értékeket látjuk, egyébként pedig a kérésnek megfelelőket. A célom az, hogy a kérést szebben átalakítva is ki tudjam olvasni a megfelelő értékekkel. Nézzünk előbb egy technikailag egyszerűbb, ám nem teljesen kifogástalan módszert. Előtte gyorsan vegyük át, pontosan milyen szegmensekből is áll egy URL. A protokoll és a host, azaz a domain, alkotja a fix részt. Általában ennek beképelésekor kapjuk meg egy honlap főoldalát. Amit variálni lehet, az ezután jön. A mappákhoz, fájlokhoz vezető útvonal, illetve a kérés megfogalmazása, ami egyébként bármi lehet, nem kötelező ilyen paraméter egyenlő értékformátumban elkészíteni, ez csak egy könnyítés a gettöm kialakításához. Amit a kérdőjel után írtunk, az egy az egyben kiolvasható. A PHP-ban a server nevű szuperglobális tömb rengeteg hasznos információt tartalmaz, például a query string eleme tárolja a kérés szövegét. Felmerülhet a következő gondolat. Mi van, ha a kérdőjel után a paramétereket a következő formában írom? Aloldal per tevékenység per paraméter. Ezt a query string elemből kiolvasom, majd az explode függvénnyel szétdarabolom a perjelek mentén. Ekkor van egy tömböm, ami a kérés külön kis szegmenseit tartalmazza. Page, action és param. Ha a tömb első eleme tartalmaz valamit, akkor ő lesz a page. Ha van második, azaz egyes indexű eleme, akkor az lesz az action. Illetve amennyiben van harmadik elem is, az lesz a param. A program ismét szépen kiolvassa az URL-be táplált értékeket, a kérésünk pedig már jóval dekoratívabb, mindössze csak az a kis kérdőjel rontja az összképet. Ezzel a módszerrel lehetnek egyéb technikai problémák is, például ha a Facebookon meg akarja valaki osztani honlapunk valamelyik bejegyzését, legalábbis régen a Facebook ezeket még nem igazán tudta valamiért megfelelően értelmezni. Szóval ez a megoldás sem tökéletes. Úgyhogy rögtön ráfordulunk a harmadik és egyben legideálisabb módszerre, ami az esetek döntő többségében működik, de bizonyos konfigurációs beállítások esetén előfordulhat, hogy nem, ugyanis ez már egyéb külső beavatkozást is igényel. Úgy akarom az URL-ek kezelését megvalósítani, hogy nincs benne kérdőjel sem, pusztán a kiszolgáló, majd aloldal per akció per paraméter, ahogyan az elején is megálmodtuk. Ha próbaképpen egy ilyet gépelek be, a következő tapasztalom egy not found lapot dob vissza a kiszolgáló. Ez pedig nem is csoda, hiszen amit az URL-be gépeltem, az most már tulajdonképpen egy útvonal. Ez azt jelenti, hogy a honlapom gyökérkönyvtárán belül kell lennie egy blog mappának, azon belül egy read, amin belül pedig egy 2-3-4 mappa van, de ilyen ugye nincs. Jó, leleményesebb emberkék talán már azt is kipróbálták, hogy létrehozzák az összes lehetséges könyvtárat, azokba bedobálják az index.php állományokat, amik szépen végzik a dolgukat, és így akkor már működik is, de persze mi nem ezt fogjuk csinálni. Tudatnunk kell a kiszolgálóval, hogy bizonyos kéréseket másképp kell értelmezni, illetve hogy esetükben máshogy kell eljárni. Hozzunk létre az index állományunk mellé a gyökérkönyvtárban
egy .htaccess nevű szöveges állományt fontos, hogy ponttal kezdődik. Ebben extra megkötéseket, utasításokat határozhatunk meg a kiszolgáló számára. Például, hogyha átirányítást akarunk HTTP-ről HTTPS-re, vagy ha a www-vel beírt címről akarunk átirányítani a www nélkülire, vagy esetleg épp fordítva. Ha egyéb korlátozásokat szeretnénk megadni a könyvtárak eléréséhez kapcsolódóan, illetve ha az URL-ek értelmezését szeretnénk felülbírálni, ezeket itt megtehetjük. Mi most felülírást fogunk alkalmazni. Ami ennek működéséhez kell, hogy a kiszolgáló ne hagyja figyelmen kívül a HTAccess fájlokat, és engedélyezve legyen a rewrite modul. Ez egyébként az esetek döntő többségében adott, ha nem, vonjuk kérdőre a rendszergazdát. A következő sorokat pöttyögjük bele a fájlba, aktivizáljuk a rewrite engine-t, és megadjuk a felülírás szabályát. Hát reguláris kifejezéssel meghatározzuk, hogy ez bármilyen szerkezetű kérést átalakít, egyszerűen az index.php-ra. Azaz, bármilyen URL-t is írok be, mindig az index.php program fog futni. Elvileg akkor már bármilyen útvonalat beírogathatok, mindig ugyanaz a webprogram fut, aminek már csak ki kell olvasni a betáplált útvonalat, és csinálhat vele, amit akar. Most is a szerver tömbben keresgetünk. A megoldást a request URI elem fogja nekem szolgáltatni, amiben látjuk az útvonalat, ami most, mivel a weblapom nem közvetlenül a lokálhoz gyökerében van, a kis honlap mappájának nevét is tartalmazza, úgyhogy én egy HTTP replace függvénnyel ezt a per SEO URL per kifejezést el is távolítom belőle, és akkor tényleg már csak a paraméterek maradnak. A továbbiak ugyanazok, az így kapott kifejezést feldarabolom, és már meg is vannak a paraméterek, ezt akartuk elérni, úgyhogy tök jók vagyunk. HTAccess felülírás segítségével általában kétféle módon oldják meg a dolgot. Az egyik megoldás a szép leegyszerűsített URL-t megfeleltetik egy getes mintának, a kiszolgáló elvégzi az átalakítást, és nekünk a PHP-ban ugyanúgy get paramétereket kell kiolvasnunk, ahogy ott az elején is csináltuk. Mi a második módszert alkalmaztuk, amikor egyszerűen csak mindig az index.php futására kerül sor, a paraméterek feldolgozását pedig mi magunk végezzük el. Mindkettőnek megvan az előnye és a hátránya is. Akkor a SEO barát URL-ek kezelése már kiválóan működik, de még nem végeztünk. Működik az, amit szerettünk volna, de közben valamit el is rontottunk. Hát, hogyha észrevettük, vagy esetleg ürítettük a gyorsító tárat, akkor arra rájöhettünk, hogy basszus, nincsen stíluslap. Ugyanis a szabályunk miatt, ha a style.css fájlt szeretném elérni a kérésemre, akkor is az index.php kimenetét kapom eredményül. Hiszen én ezt kértem a kiszolgálótól. Ezzel bukjuk a hivatkozott scripteket is, a képeket is, szóval mindent, ez pedig így nagyon nem oké. Kell egy kis bővítés a HTAccess állományban, feltételt szabok meg a szabályomhoz, a felülíráshoz. Szóval a felülírás csak akkor történhet meg, ha a kérés útvonala nem egy létező fájlhoz vezet. És akkor így már tényleg csak akkor fut a webprogramunk, ha valami kamu útvonalat írok be, a fájlok elérése nem változik. Ekkor már visszakapjuk a CSS-t. Van stílus, attól függően, hogy mit írtam be, ugyanis ez még így sem tökéletes. Ha az URL-be beírom mondjuk, hogy blog per, tehát kirakom a per jelet, és utána folytatom már bármivel, megint elveszik a stílus. Ez pedig a böngészőnk butasága miatt történik, hát a böngészőnké, meg kicsit talán a miénk is. Mivel a kódba csak annyit írtam, hogy style.css, relatív hivatkozásról beszélünk, tehát a mappán belül a style.css, ahol az oldal is található. És mivel relatív a hivatkozás, ő most azt hiszi, hogy a blog per read per 1-2-3 mappából kell kérvényezni a CSS fájlt, ami ugye nem így van. Ilyenkor akkor már kerülni kell a relatív címzés, inkább beírom a kiszolgáló gyökeréhez képest az elérés, és akkor már jók vagyunk. De most már teljesen jók vagyunk. Működik a szép útvonalszerűen megadott paraméter átadás, az egyéb fájlok elérését pedig most már nem is korlátozzuk. Talán kicsit hosszabb volt a bevezetés meg az értelmezés, mint maga a lényeg, de bízom benne, hogy mindenki megtalálta a kérésére a választ. Már akinek persze ez még kérdés volt.